ezt a sziasztok gyerekek üdv a csatornán, kibejelentkezik a következő csodálatos Rising World-el, egy kis chilles Rising World-el, ugye? Figyeljetek, akkor avanzsálódjunk is át mindjárt egy kis chillezős hangulatra. Nyilvész az a nyerő is, egyébként ezekben nincsen semmi soha. Mármint úgy értem, hogy ne annyira pörögjük, bár az lehet, hogy Keepernek nem fog menni. Nagyon sok ötletet írtatok, amit jó lett volna, ha még előbb írtok, mármint például azt, hogy ugye föl lehet venni a dolgokat, meg azt, hogy a sapling az esélyes, hogy el lehet ültetni fát. Na erre rohadt kíváncsi vagyok. A sapling is, bazeg, nincs semmi izé. Az a durva, hogy semmilyen segítség nincs ebben a játékban. Egy kicsit az meglepő és mulatságos, meg egy kicsit para, de hát kellene ültetni dolgokat, meg lehet, hogy kellene kajánom, mert kicsit szíjesek vagyunk. Ugye és még mindig a papírra fogunk rámenni. Ugye most egyelőre ugye ambilt kellene készítenem. Megyünk almát, fölviszi egy kicsit a... Ezt mindent úgy látom kaja meg pia szintet, de egyébként ez tök jó meg van csinálva. Mert hát a kaja szintet mellett ugye miért ne vinné fel például a pia szintet is az almát, abban van valamennyi nedvesség. Ugye megnézzük, hogy mennyi az annyi. Várjál már, ki kéne szedni. Egy csomó minden, az a baj, hogy most bepakolok, aztán azt hiszem, hogy nem kell. Ez közben meg kéne. Ez hogyan áll? Meg kell hozzá állítanom? Nem jó. Jó van, van benne bőven. Megpróbáljuk elültetni. És tényleg baza, és ezeket el tudod ültetni. Hát nagyon-nagyon köszönöm, komolyan. Köszönöm szépen a tippet. Ilyen, de jó, hallod, de jó. Figyelj, ne menjünk messze, hanem itt, ahol van ez a tején. Próbáljuk meg elültetni ezeket a fákat, nem tudom mennyi időt fog kinőni. De jó, hogy írtad, hallod, komolyan mondom, ez... És van 15 másik fajtám. Igaz, ezek az a baj, hogy nem nagyon nőnek nagyra. De semminél jobb, nem kell össze-vissza rohangálnom. Ide rakjuk erdő képébe, hogyha lesz kaszánk, akkor mindenképp ki fogok alakítani egy olyan területet, ahol sűrűn lesznek fák, viszont... Nem lesz fű, mert a fűtől egyébként megőrülök. Egyben lesz, mondjuk ezt a nagy erdőt, ezt észre is fogom menni, úgyhogy az jó lesz. Aha, ott van valami, mondom, mi a szar? Cukor, cukorrépa? Cukorrépa volt. Sugar daddy. Ó, oh, cukorrépa, együk meg. Nagyon jó, szuper. Egyébként gondolom kajákat lehet, hogy... Mi a szar ez? De tehát, ha mit csinálsz itt? Meg öljem, vagy nem tudom, meg kell, jó nekem van megölöm a tárát? Bele van épülve, be, mindjárt bezárom, hallod? Te hallod, ne szórakozzál, itt csapod a izet legyeket. Úristene, azt te, tehén. És tök durva, hogy ez inventorizni tudod. Oké, van egy csomó hús. Na, arra nem írtatok semmit, hogy hogy kell a húst tüzelnem, sütnem, de hát jó van. Egye fene. Megpróbálkozunk vele, ez meg még jó van, oké, süljön. Érdekes, hogy most meg nem fázunk, nem tudom ezt, hogy működik. Meg érdemes megnézni ennek az inventoriát, ezekben sosincs semmi egyébként. Oké. Akkor, amit kellene csinálnunk még, hát kellene, ugye ambilt kellene öntenünk. Úgyhogy ki kellene szednem azokat a dolgokat. Meg ezeket a deszkákat ki kéne vernem, és akkor lehetne csinálni normális falakat például. Azzal is ugye elfoglalnám magam. Cooper, van, izé, hol van a, hol van a, hol van a, hol van a? Itt darabom van, az nagyon kevés, nem is tudom mennyi kellett, itt néztük mennyi kellett a... Anvil House. 24 darab rácsok kell gyerekek, úgyhogy akkor... Lehet, hogy a másik fajta kemence az gyorsabban működtetni. Nézzük már meg, de más is kell. Figyelj, ja és lehet, hogy csak annyi, hogy többet tudsz belepakolni, az is tök jó. De kell hozzá rengeteg stone meg minden. Nem akarok aludni. Ne, addig kellene valamit csinálnom, azon a gyalog, hogy mit lehetne. Lehet, hogy el kellene kezdenem falakat kiütni, meg egy kicsit meg is nagyobbíthatnám arra a kecót. Például, ugye? Figyeljetek. Szerintem elbánunk mindenféle tigris-bigrissel úgy van. Úgyhogy nagy gond nem lehet. Építsünk, építkezzünk. Ásot nem lehet csinálni? Biztos lehet. Kicsit meg kéne itt reformálni a dolgokat. Tehát ennek a létrának is annyi értelme van, semmi. Majd inkább csinálunk nézőjét.
Most. Nézzük meg a túlok. Azt hiszem, hogy nem volt, ugye? Ez mire jó? Blokkokat. Ez mi ez a kapa? Ezt elő tudom készíteni valami kultű. Szerintem tudok kapálni, és lehet, hogy tudok ültetni. Ez mire jó? Fel tudok venni dolgokat. De akkor ezek szerint lehet, hogy nem fogom tudni felvenni, amit leraktam. Jó, gyerekek. Ásni akkor esélyes, hogy mizével fogok tudni. Csakányjal? Próbálkozom vele. Ha, csákányan frankot tudsz ásni. Baza, ez milyen mélyet csinál egyből? De miért van ilyen izé? Ilyen lyuk van a épületem alatt? Nem. És ilyenkor bármi lesz nekem ebből előnyöm? Kapok valamit? Dirtet. Tök jó. Ja, dirtből tudok különböző blokkokat csinálni. Cheese Franco. Jó, a gyerekek itt, amíg sül a vasam, még valamit csináljuk ezt, jó? Meg is van a vasunk, lekapcsoljuk. Kiszedjük. Oké, és akkor bepakoljuk a következőket, ugye? Jó lenne elővegni. Van 40-em, úgyhogy van bőven, szóval nincsen semmi gond. Oké, és kacok. Begyújtottuk. Jó, csináljuk tovább. Ne lazsáljunk. És lehet, hogy az kéne, hogy a ház körül is körbásnám. És akkor ugye nem lenne kapásból a ház mellett fű. Ez nekem így tök nem tetszik. Tudom, amit ilyen köveket rakok oda, vagy valamit. Körbeásom a ház körül is, jó? Ugye magát a padlót is ki akarom cserélni. De remélem, hogy nem nagyon esnek le a dolgok, amiket leraktam. Szóval, szerintem tök jó. Főzést azt meg kéne tanulni, mert azt baromira nem tudok. Meg blokkokat kell csinálni. Ide lehet, hogy néha érdekes dolgokat üt ki. Lehet, hogy ilyen föl dörtből kellene blokkot csinálnom. És akkor ugye van egy csomó dörtöm. De érdekes, valamikor meg nem ad dörtöt. Ezt hogyan francba csináljuk? Nem tetszik, hogy ilyen füves itt ez a rész. És az a baj, blokkból csinálom meg a falakat, akkor kisebb lesz a kecó. Vágod, mire gondolod. Úgyhogy lehet, hogy azt úgy kell csinálnom, hogy akkor kijebb rakom a falakat. És akkor utána is le tudnám várni mondjuk a deszkát, nem? Vagy az... mondjuk nem. Csináljunk egy normális kecót, meg mindenképpen valami világító tornyot kellene készítenem. Valami lépcsővel, vagy valamivel, mert nekem nagyon zavaró, hogy ja, tején azt a telnet el kéne hajdolni. A tök zavaró, hogy nem látok. Úgyhogy mindenképp valami magas struktúrát, vagy valamit csináljon. De miért csak ennyi dörtöt ad? Jó, srácok. Figyeljetek, szerintem egyelőre ennyi. Nézzük meg, milyen blokkot tudok csinálni, mondjuk dörtből. Ebben. Stone, ugye ahhoz kő kell. Úgyhogy sandblockhoz. Sandstone. Bazen van külön sandstone. Stone kell hozzá, ez loam, ez dirt kell. Ez stone. Ez fa. Aszfaltó stone. Oké.
Ezt megnézem, hogy hát, hogyha van olyan még, amelyiket dört, de úgy látom, hogy lehet, hogy az rossz nem lesz. Metal, ez biztos, hogy naturálhoz. Na, naturálhoz dört kell, figyeled? És akkor tudsz ilyet csinálni. Ez mi? Sima dirt block. Masszív blokk. Ez tök jó néz ki. És csak dirt kell hozzá, hát akkor csináljunk 24 darab ilyen blokkot, ezt ezzel kirakom. Szerintem jó néz neki, körbe. És akkor építkezhetnénk erre, ugye? Na, mindjárt meglátjuk. Érdekel egyébként, hogy hogy lesz ez az építkezés, mennyire fog összejönni. Az egy... Ennyit kiütött? Te édes Istenem. Ez nem lesz nekem jó, gyerekek. Ilyen fa, vagy ilyen padlóból építkezzek? Több visszakapsz valamit ilyenkor? Nem. Az, ami alattunk van, az milyen blokk, majd? Ez valamilyen stone block. Csak ezek a füvek, ezek rettenetesen rondák. Mondjuk ez nagyon csúnya ez a padló, nem? Úgy gyerekek, hogy kell megcsinálni. Valami fapadló lenne jó. Az egész egy kicsit, az... Komolyan mondom, nem tudom, hogy mit csináljak. Annyira íze, annyira bele vagyok merülve itt a dolgokba. Hát nem olyan túl sok fám van, ugye például. Az is problém. Kövem egyébként van bőven. Lehet, hogy valami jó kőblokkot. Mondjuk a fát azt szeretem. Mondjuk kőblokkból, vagy kőből tudnék csinálni. Van itt fám. Ezt fel kellene hasintani. Valami jó fa alapot kellene csinálnom, az tök jól néz neki. Az a baj, hogy ezeket... Abszolút. A hammer. Az véletlenül. Nem tud valamit csinálni. Kettő stickkel és egy négy iron ingot. Az a baj, nagyon drága. Ez viszont fel tudod szedni a blokkokat, anélkül, hogy destroyolnád. Mondjuk ezek a blokkok, ezek tök mindegy destroyolom, vagy nem, mert nem kellenek. De ugye a hammerrel ugye akkor vissza tudsz bontani blokkokat, azt jó tudni. Valami jó fa blokk kellene. De ronda, hogy izé a fű... Remélem, hogy azt is a fűek azok el fognak tűnni innen. Alóla, hogyha fölé ráépítkezek. De az is gáz, hogy nem ad belőle semmit, legalább egy követ vagy valamit adhatna, nem? Ennyi erővel mondjuk új házat is építhetnénk. Nem? Ezt mondtátok, hogy egy hosszú F-fel fel tudom menni. Ó, tényleg fel tudom menni. Figyeljetek, ennyi erővel építhetnék egy új házat, nem? Mert most amire vissza fölverem ezeket a padlóelemeket, addig a nap lemegy. Gyerekek, lehet, hogy azt kellene, hogy körbenézni, és új házat építeni. Most ez jó, ilyen ízé szellős lett ez az egész. Hoppa, ez megint meg kéz van. De mi ez? Miért ilyen gyorsan? Ez tök jó. Úgyhogy lehet, hogy egy teljesen új házat fogok építeni. Nem ide. Lehet, hogy körül fogunk sassantani. Ez hogy áll? Még nagyon kevés egyébként a... Nagyon kevés a... hely, ahova tudsz pakolni. Az a... Ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 5 helyre tudsz pakolni, ami egy gyors billentyűként tudod használni. Hát ezt megint tele kell raknom. Mennyi van? 23, jó van. Mindenképp kell, az összeset ki kell égetni, szóval nem van. Lehet, hogy körül kellene néznem is, valahol le kellene telepednem. Ezeket mind fölvenném, és akkor elcipelném. Ami nem lenne annyira nehéz. Ja, valami annyit kellene kalandoznom, körülnézni. Meg ugye közben gyűjtenék kaját is, mert tényleg nagyon érdekel, hogy van-e valami valahol. Úgy kellene közlekednem szerintem, hogy mondjuk benézem a napirányát, amíg ugye nincs semmi olyanom. És...
és előttem van a nap. Gyakorlatilag úgy kellene folyamatosan mennem, és akkor vissza tudnék találni, úgyhogy a mögöttem lesz a nap. Persze természetesen változik, de akkor is ugye tudok viszonyítani. Tehát akkor most gyakorlatilag keletre megyek tőlem. Úgyhogy ezt meg körülnézünk, gyerekek. Hát, ha találok valami struktúrát. Itt vannak malacok. Ezt lehet, hogy leölöm ezeket, mert miért nem? Nem? Csak érdemes, mert szaladna meg minden. Jó, oké. De azért ne térjünk el. Csak keletre, ugye? Csak keletre. Csak a nap irányába. Akkor itt van. Ez a magas fű, baromi idegesítő. Semmit nem lát bele. Figyeld, az, annak a tetején is például tök jó lenne letelepedni. Az a baj, hogy annyira magas ez a fű, hogy nem látsz ki belőle. Ez mi az a nagy hegy ott? Hoppa, megint egy épület. Nem hiszed el. Azt hittem, hogy ezek ritkák. Nincs enemy? Ez ugyanolyan? Aha, hasonló. De ez tök ugyanaz. Egy van ilyen széttört asztal, másikban nem volt. Lol. Na, azt mondja, hogy arra. Megnézzük azt a helyet, vagy nem tudom, ezt a kis dombot, hogy hát, hogyha ellátunk valamerre. Ezek vannak dungeonek, nekem engem az nagyon érdekelnének, hogy milyenek. Még mindig keletre, ugye? Azt hiszem, az ott mi lehet, de nem tudom eldönteni, hogy mi. Még menjünk egy kicsit. Kalandozási van. Tényleg, hogyha lenne valami dungeon, vagy valami ilyesmi, amellé érdemes lenne letelepedni, ott volt egy csomó vas. Itt vannak ilyen nagy fenyőfák például, az mi? Nem tudom, mekkora egyáltalán a térkép, hogy meddig tudunk menni. Hogy ez ilyen végtelen? Lovak. Belevek tudok írni azt ma, aha. Köszi a tippet. Ó, itt is egy épület, bazza. Ezek mind ugyanazok? Nem gondoltam, hogy ennyi van. Hoppa, figyelj, fenyőerdő, ott a hegy. Ott a hegy, gyerek. Ó, láda, bazza. Hanglemezdik, térkép, ne szívas! Ne szívas, hogy kell? Várj, most akkor mi? Van térképem? Van térkép, hallod, beszarsz! Dick! Van loot! Ezek mások, ezek tök jó és equipment, és akkor van térképet. Ó, hallod, most haza kellene mennem. Most haza kellene mennem, és vissza tudok találni. Hallod, beszarsz! Szereztünk térképet! Van loot, bazza, ezekben tök jó! Milyen dungeonök lehetnek, még biztos tök jók. A gyerekek, menjünk haza, és ilyenkor... Oda nézz, öcsém, tök jó, szereztem térképet, more! Hallod, meg ne halljak, nem tudom, elveszítem-e. Föl kell szedni mindent. A gyerekek, várjál ma! Arra kömeri. Érdekes, itt fenyőerdő van, nem voltam én fenyőerdő fele. Valamire arra kell szerintem mennem. Hoza kéne érnem, az a lényeg. Szerintem arra kell mennem. Azt a betyár, nem hiszed-e, van térképe. Valamire erre, igen, ott mentünk el, ott van az a nagy, nagy dombszerű. Azt nézegettem. Rohadt jó, rohadt jó. És tudod is húzni. Ó, hát hallod? Megfogtuk az istalával. Itt van ez, ugye ezt is megtaláltuk az előbb. Akkor ezután kell nézegetnem jobban, mert van loot, basszus. Hát nem gondoltam egyébként. Tényleg nem gondoltam, azt hittem, ezek mindegy formák. Annyi, hogy furja az az asztal, nem volt az előtt itt összetörve. De jó fele jövünk, mert... Egy kicsit érdekesebb megyek így össze-vissza, de azért szerintem tök jó, ott a, valahol ott leszünk. És akkor el kellene hozni minden több dolgot, és akkor valahol... nekem ott volt az a nagy hegy, az tök letelepednék ott. Viszont, hogy van térképet, most már gyakorlatilag mehetsz, amerre látsz. Ez egy jó dolog benne.
megint izé van, megint ilyen borús idő, esélyes, hogy fázni fogunk, meg ilyenek. Valahol erre voltunk, gyerekek. Itt leszünk valahol. Tudunk kizé markolni? Nem. Nem, viszont refreshelni, tudod? A refreshelés lehet, hogy az van, hogy eltüntet mi róla mindent, azt nem akarom. Úristen, mi ez? Ezek ilyen hófelhők. Szerintem valahol itt leszünk. Úgyhogy jó helyen vagyunk. Beszorsz, találsz térképet, hallod? Nagyon mázlim volt. Fogadjunk, nem fogok visszatalálni. Most ültettem basszus fákat. Scar volt elültetni, azt nem tudom visszamenni, nem valószínű. Hát mindegy, ott volt egy erdő is. Az mi az a kocka alakú valami? Bozze! Gyerekek! Ennyi volt a nap, szerintem. Eltűnt. Viszont ilyen részem voltam, ahol ezek a virág... Ah, meg is vagyunk. Hú, gyerekek, nagyon jó, figyelj el! Pontosan tudom, hol vagyunk, és hol voltunk, meg minden. Á, hallod? Így most már tudsz felfedezni. Azért ez nagyon kell, nem? Minek az ajtó? Dick. Na gyerekek, akkor... Ez meg megint már izolít. Gyerekek, mindjárt meg lesz az ambilónk is. Sőt, ezeket fel kellene szednem. Ezeket nem, ezt nem tudom kiszedni valószínű. És ezeket tök jó, hogy fel tudod venni. Ez valószínű nem, mert tele van. Figyelj, elvisszük ezeket. Letelepedési lesz. Ezt is tudom menni. Ez oké, hogy... Miért nem tudom? Most miért állt meg? Szuper. Meg a tábortüzet is fel tudom kapni, ne ölítsél meg. Nem tudom felvenni ezt az objektet. Jó, hát a tábortűzotról adjam meg. Ajtót nem tudsz felvenni? Szórakozz még az ajtót is. A létrát is. Ó, de jó, hallod! Na, ezt köszönöm szépen egyébként, aki írta, mert ezt nem tudtam volna. Minden baza, minden trimóvalni tudsz. Nagyon jó. Ugye a ládában vannak cuccok, valószínűleg azért nem tudod. Nem tudom, el tudom oltani a tábortüzet, mert hogyha el tudnám oltani... Nem lehet oltani, vagy mit tudom, vagy... Nem. Lehet, hogy el lehet, csak nem jövök rá. Mindent is viszünk, gyerekek, mindent. Nem tudom, amit elültettem fákat, hát jó van, attól adjon meg. Oké, srácok. Akkor innen, amit még esetleg tudok vinni, bár... Mi az, amit érdemes lenne? Szerintem vannak olyan dolgok is egyébként, amit simán itt hagyhatnék. Szalonna, meg ilyen hülyeségek. Nem tudom, mit vigyek. Ebből van. És azért csinálom ezt, hát, hogyha van olyan, amiből már van. És akkor... Egyébként így iránytű meg nem, tök nem is kell nekem, nem? Jó van, gyerekek, akkor menjünk. Ujj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 . Akkor... Kár, hogy markolni nem tudok. Viszont akkor mehetnék más úton oda, és akkor tudok közbe körülnézni, érted? Így most már tök frankó. Így most már nagyon jó. Ezt kinyírom. Hűbben az a belső oda, mert meghalsz. Dika az. Ja, csak az a baj, hogy nem fogom tudni az inventory-be berakni, nem? Vagy ez... Nem, nem. Jó, vagy revia voltam. Többet nem szerünk most egyelőre. És más úton akarok menni, hogy... Hát, ha találok még valami helyet. Ú, gyerekek, tök jó! Ezt komolyan mondom, most nagyon egyre... Az mindig okoz meglepetést egy ilyen játék. Hogy a francba fog... vízi van, szavanna, gyerekek. Na, csak egy dologtól félek, hogy meg ne halljak. Szavanna, de valószínűleg, hogy jobb idő is van. Lehet, hogy ott nem fázna a karakterem. Tudjátok, hova telepednék le? Havas. Havas helyre. Szavanna, de jó, itt más a fű, de jól néz. De jól néz ki, more. Másfajta fák is vannak. Zsiráf! Elítsen meg zsiráf. Így a közelben lévő dolgokat itt tök észreveszem, mert mutatja a térkép.
Dík zsiráf. Vizekre figyeljünk ki a tigris-bigrisekre. Lehet, hogy nem rohanok, hanem ha kell, akkor majd rohanok úgy. Ott egy elefant more, na hát ez komoly. Ugye körülnézünk, hogy milyen égőveg vannak. Havasra baromira letélepednék, azt nagyon élem. És nagyon félek ettől a szabadnától, hogy a tigrisnek... Nem, innen tévedt ide, érted? Vannak fák. Az is ilyen szavanna. Biztos, hogy van sivatag, ugye? Olyajajajaj, Morel, nagyon fosok. Ott meg még egy tigris, jó van, szavannát kerüljük, öcsém. Na most megdöglök, baj lesz, gyerekek. Jajjaj. Jajjaj. Jajjaj, felmenjek a fára, vagy mi? Jaj, el fogok fáradni. Ott van egy ház. Az óceán partján, majd ha végre visszavonultam, dik-dik. Fel tudnék ugrani rá, jó lenne, nem fogok tudni. Hogyan tudnék? Ó, jaj. Mi van ott benne? Laptop, bazze. Az ajtót elő kéne keresni gyerekek inventoriból. Esetleg letörni. Hol vagyom, hogy ajtó? Hol van az? Hogy rohagy meg, bazze. Ajtó! Jaj! Maszta rohadt élet, rohadt élet be! Mi a zongora, Morán, elszúrnak hozzá egy zongora. Az egy zongora, ne szórakozzak. Hogyan halljak fel innen? Nem akarok itt ülni. Nem mondod, hogy a zongora. Hogy tudok felállni? Ja, ez kip jó. Bazzát, találtam egy zongorát. Nincs itt más. Arra a tigris-bigris öcsém, majdnem megalt. Már megint? Ez egy tigris, ez veszélyes móka, nem? Máriám. Jaj, te figyelj. Szóval ez az ajtó, ez megmentette az életemet, de... Most hova ment? Ez a tigris-bigris. Jó, a szavannával vigyázzunk, gyerekek, ugye? Figyelj, fölveszem én ezt az ajtót, mert kölleni fog. Ez az ajtó fogja megmenteni az életem, hallod? Lekopott a tigris, mi? Figyeljünk, hogy hol van. Ott jön! Jaj! 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 Fosok ettől a rohadt tigristől, gyerekek, most rögjetek! Gyere ide! Gyere ide, tigri! Mit csináltál? Jó van, megoldtuk a tigrist. Bazza, komolyan mondom, hogy rohadt tigris, hallod? Nem volt tigris, húsom meg, de jó. Jaj, nem ezt akartam. Azt a rohadt életbe, gyerekek! Ne hülyéskedjetek. Ez nem mókásám. Itt be van szarva. De ma megint találtam egy ilyen házat. Jó, együnk valamit. Az ómából van bőven, hogy mi ez? Ez paradicsony? Tölti HP-t? Ez nagyon keveset tölt HP ügyileg. Alma az töltött sokat. Ez a szavanna, ez nem játék, gyerekek, ez nem játék. Tigris-bigris, baza. Ha majdnem kiírt minket. Viszont most már nyugodt, lazán vagyok, mi? Te figyelj, én az elefánt közelébe sem merek menni, fötipor. Jó, már mindjárt max HP. Ezek érdekelne. Havas. Havast azt úgy élném, nagyon tetszene. Hülye gyerek, baza. Nem sokára éjszaka lesz. Megyek orra. Már megvan, lehet, hogy megvan szabva, hogy milyen terület mellett lehet például havas. Gondolom, sivatag mellett lehet, hogy kapásban nincs havas. De arra láttam valahol, hogy erdőséget. Itt már jártunk. Igen, itt jártunk.
hanem erre arra kéne mennünk. Láttam ilyen fenyves. Lehet, hogy a fenyves mellett lenne havas. Tök jók ezek a kis barlangok, oda néz. Csak az a baj, hogy nem mind vízszintes elrendezés, azt egy ilyen függőleges tárnába beesse, az nem biztos, hogy jó buli. Na, menjünk erre. Aztán itt jobbra. Ott van a fenyves, látod? Na, ezt mondtam. Abban a magas fűben semmit nem látsz. Én esélyes... Ja, igen, itt van ez a ház. Itt találtuk a térképet. Mi felmegyünk a tetejére. De szerintem a... Mindenképp az erdőn túl lehet. Csak az a baj, vannak enemik is ám. Bele fogok futni valami csontváz csordába, aztán akkor nem lesz jó buli. Bazzá, gyerekek. Ez a fenyves, ez nem kicsi. Figyelj, el kéne menni, meg kéne nézni, mi van a túloldalán. És itt másfajta állatok vannak, látod-e? Jávorszarvas, minden... Jaj, mekkora üregek, te édes Istenem. Figyelj, átvágok rajta, térképpel akármikor, akárhova visszatalálok. Remélem, hogy nem reszettelődik, ugye? Tök tudsz mindent, hogy hol voltál. Itt van a házam, és nincs... Igazából mentem egy nagy kört, szóval nem is vagyok olyan messze magamtól. A régi házamtól. Ó, most már nyugodt vagyok, érted? Mert van térkép, ott is egy épület. Lootoljunk, gyerekek, lootoljunk. Oda nézz, van itt egy barlang. Nincs loot. Nincs loot. Valamelyikben nincs. Kicsit ilyen long drive-os. Ó, bazza, ez itt. Kicsit ilyen long drive-os érzésem van, hogy így mind, ilyen random épületek vannak erre-arra. Teljesen... teljesen random generált természetesen, úgy látom a... Na itt van az erdő, elmegyünk arra. Hát, hogyha találunk. Havas, havason letelepednék, bár mondjuk ott még az hogy fázatodni fogok mindig. De hogy kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki. Beállíthattam volna, hogy ott kezdjek mondjuk, ugye. Elég pusztulat a táj. Jávor szarvas barátunk. Oda néz a hegy. Az igen. Gyerekek, mondtátok egyébként, hogy egy ilyen hegyoldalba érdemes letelepedni, ha úgy van. Ilyen messze vagyunk. Még mindig nem vagyunk olyan messze magunktól, már mint a házunktól. A ládánktól inkább mondjuk úgy, mert ugye már csak a láda van ott, ami fontos. Ja, ilyen hegyek, azok tök jó lennének, mert mondtátok, hogy jó, mert a hegy oldalban itt tök látod az ércet, hogyha ott van. Ezt akkor nem kell sokat kutatni, nem kell bújkálni le a föld alá. Hanem így hegy oldalból ki tudod bánni. Ezt föl kéne menni a tetejére megnézni, mi a szitu. Baza. Még mehetek egy darabig. Jó, fölmászik a karakter, utálom, amikor így mindig pattog a falon. Milyen Morrowind, meg ilyen Oblivion, meg ilyen Skyrimben vannak olyan. Fú, azt a betyáró istenet, ez ilyen helyzsírék lesz. Nem vagyok boldog. Jaj, tényleg nézd oda. Még ilyen izé mutatja a map is, hogy ilyen hegyes rész. Menjünk éjszakra? Lehet, hogy lemegyünk a hegyről, és nem megyünk éjszak fele. A lábot azt hiszem lehet törni, úgyhogy óvatos betoljuk. Kimegyünk ebből a hegyvidéki részből, és nem megyünk éjszakra. Hát figyeljetek, hogyha van valami értelme ennek az egésznek, akkor éjszakon van. Ó, te fiú. Ja, róka. Rókák. Jó van. Azzal nincsen bajom a rókákkal. Most éjszak fele megyek? Hát ezen lenne jó az iránytű. Lehet, hogy az iránytűt azt kirakna ide oldalra. Nem is kellene. Nem is kellene mindig előre vennem. Ugye éhen nem halunk, úgy érzem. Csak már érjünk ki valahol. Valami nagyot lagolt, baza. Valami olyat töltött be, amit még nem. Itt is egy vidék, de mekkora hely, te Jézus. Ez egy medve hangja. Ah!
Jaj, vízi medve, bazze, nem! Medve, bazze! Nyugtalan a medve! Ezt fut utána, még mindig hallom, Dick. Ezt hogy lehet lerázni? Jaj, hallom, hogy itt ketyereg. És sprintelünk egy nagyot. Ó, te itt izél, nyűszög mögöttem. Fölhegyre megpróbáljuk? Azt mondjátok? Szóval nem tudunk felkapatni, akkor nyakon van minket ám. Talán a medve nem tud fegyet mászni, mi? Új, Isten, mekkora hegyek, te! Hát ez nagyon beteg, ez a rohadt nagy hegyek. Lassan tényleg le kéne telepedni, meg itt meg fa nincs, érted? És mindennek megvan a hátulté. A havas tetszene, mert biztos van fa, azért havas. Ez nem zavarja, de viszont az tök hangulat lenne. Na, úgyis ilyen tök csilles a játék. Tökéletes. Egyébként jó van, fára, vagy vizére felmész hegyre, akkor már az nem szereti. Jó körös itt az idő. Várjátok, hol vagyok? Én találtunk egy... Ugye visszakanyarodhatnék az én helyem felé, aztán hát, ha ott is találok valami érdekeset. Aztán, ha nem, akkor meg maximum. Még ott volt, töltjük az éjszakát. Földerítés itt van. De nem tudom, milyen dungeon-eket fogunk találni ebbe a játékban, mert eddig még nem nagyon volt másunk, más csak romos épület szerű dolog. Barlangok azok vannak, dungeon-ek azok nem igen. Nem igen adja a dungeon-eket, gyerekek. Na figyeljetek, hát... Arra kell hazamennem, akkor menjünk arra. Egy iránytű azért még élném. Viszont ez a lootolás dolog jó, valószínűleg ilyen kardot, meg mindenféle fegyvert is, meg bármit tudok találni, gondolom tök random, hogy mit. Micsoda kis zugolj, figyeld! És körbeveszik a hegyek ezt a részt. Látod? Itt. Ez tök jó. Ez ilyen nagyon... Nagyon eldugott, de szinte már klausztrofób érzésem van tőle. Így már nagyon nem kell észrevenni a különböző objekteket, mert nagyon nem látsz. Jó, hát annyira nem nehéz a játék, amennyire gondolná a Keeper elsőre. Az állatokat egész jól le lehet sprintelni. Valószínű később, hogyha lesz jó ruhám, vagy esetleg gondolom armor is lehetséges, akkor már azért jobban fogunk vele ellenük föllépni. Jó, hát lehet, hogy tényleg hazafele megyek. A térkép az nagyon nagy dolog volt. Meg igazából elnézhetnék a másik irányba. Mi az? Nem tartom a lábam, nem. Ez mi? Ez nem szén? Lehet, hogy elnézhetnék a másik irányba is onnan. Mert hát lehet, hogy ott van a havas. Mert ugye eljöttem itt nagyon messze erre. Hol laktam, bazze? Lehet, hogy pont erre van, és tök közel hozzám, úgyhogy lehet, hogy még azt földerítjük. Ezek a fenyők, ezek tök jól néznek ki, ezek az ilyen különállóak. Ja, ilyenkor még látni, de azért korom sötétben meg már nem. Viszont az meg tök jól meg van csinálva, mert a valóságban sem nagyon látsz korom sötétben. Házat azóta nem találtam. A mappot is érdemes figyelgetni, mert én kocka észreveszed rajta. Hogyha épp mellettem észre, azt csak éppen nem figyelsz. Hát a térképpel így megfogtuk az Isten lábát, mondjuk így. Ugrottunk vagy öt résznyi szenvedést át. Nem tudom, hogyha meghalok, akkor az utcaim azokkal mi történik, arra még kíváncsi lennék. Kukorica, kukorica, János. Most sem visszaérünk rám. Hű, baza. Sötét lett, gyerekek, sötét. Na, merre kellene menni teljesen? Arra.
Jó van, gyerekek, megyünk haza, no problémo. És akkor reggel lehet, hogy nem fogunk a másik irányba, akkor lehet, hogy lerakom még a kemencét, és kiolvasztom a dolgokat, meg megcsinálom a zombilt, vagy ilyesmi. Na, fura hangok vannak éjszak, nagyon para. Esküszöm para, esküszöm. A játékban az éjszaka baró para. Így nem lát semmit, így... Opa, ott egy épület, látod, de érdemes sasolgatni. Ugye az, hogy valóságban is úgy van, hogyha fákjával közlekedsz valóban, igazából sok mindent nem látsz, csak épp a mellett körülötted lévő dolgokat, viszont téged mindenki lát. Az az érzés, az így uralkodik el rajtad, amikor ezzel így fákjával közlekedsz éjszaka. Itt van valahol egy épület. Mondta rá. Pókháló és loot! Loot, gyerekek, mi lesz? Így, mazzan, jó az így, oké, csak hol rakod, érted? Ja, oda megy az ammó. Equipelni nem tudod, nem. Hanglemez, de az még mi a szarnak? Record, Morning, Edward, Grieg. Mit dobjunk ki? Most ezek a virágok, nem tudom minek kellene, azok menjenek a levesbe. Ezt akkor nem kell így csinálni, meg van egy sarlóm is. Meg akkor mit dobjunk ki? Figyelj, a ízét meg lehetne csinálni. Hogy lecraftolom. A resort... ezt. Nincs hely neki. Akkor nem kell lecraftolnom, jó van. Akkor mégiscsak ki kell dobnom valamit. Jó van, egy darab ilyen húst, mit tudom én. Ezt a sarlót elviszem. Áthatjuk, jó lesz még valamire. Más nyuku. Itt találtunk egy házat, fasz. És azért, mert szemfülesek voltunk. Arra kell menni, jó. Szemfülesek voltunk, a térképet figyeltük. Különben nem vettük volna ezt, hogy barom sötét van, csillagok se világítanak, amikor fölhős az idő. Néha térképet megsessantjuk. Tök durva, hogy tényleg nem látsz semmit. Ez nagyon visszaadja a feelinget. Jó, mindjárt ott vagyunk ám. Mentünk egy böszmenet kört. Mentünk arra, voltunk délre. Érdekes, hogy pont délre van. A szavanna, érted? És akkor lehet, hogy úgy van felépítve, hogy délre vannak inkább a meleg égövek, és éjszakra meg a hideg. Ezt erre látok esélyt, mert éjszakra van például, mondjuk itt is volt hegység, de éjszakra van ilyen hegyes rész is. Itt is egy épület azért, ez tök jó, hogy kiszúrtam, hallod? De vigyázzunk, mert van egy szakadék is. Hó, valahol. Ez egy baromi mély víz. Ja, itt a szakadék mellette. Na gyerekek. Nincs loot? Szerintem a földön nagyon nincs loot, hanem vaksz ilyen szekrényen. Meg ugye a ládába, vagy lehet, hogy csak a ládába. Inkább arra tippelnék, hogy csak a ládába. Jó, mentünk haza gyerekek. Mindjárt ott vagyunk akkor. Eddig érdekes, hogy csak majd írjátok meg, aki jobb többet játszott vele, hogy eddig miért csak ezt látom, ezt a az ott tehén már bőg, már ott állnám. Jó, így. Valami röfög is. Ez mind oké, addig amíg egy medvében már nem futsz, ugye? És ilyenkor az elég könnyű. Itt van még világít, ugye a tábortüzem. Lol, gyerekeket, az nagy szép kört csináltunk, nem meg kell hagyni. Jó, úgyis fázik a karakterem, tábortüzni megmelegszünk, hát akkor az lesz, hogy a következő részben folytatjuk, srácok. Meg is eredt az eső, de durva. És tök jó, nézd meg van csinálva, nem esik be. Ez még egy csomó, tök modern AAA kategória játékban is tök hülyén van megcsinálva az, hogy a tető alatt is szokott esni, de jó, de jó. Milyen élet, milyen jó, figyelj!
Rohadt jó. És a hangja, ez tényleg annyira chilled a játék, ez nagyon jó. Ja, akkor az lesz, én megmondom a frankot, hogy elmegyünk arra. Ezt a környéket még egy karikába végigjárjuk, hát ha találunk valami érdekeset. Szavannával vigyázzon, mert az bajos. Egyébként mekkora, végtelen tényleg a map, figyeld. 4000, 6000, ott megy fenn ugye a Skodat. Szerintem ez egy végtelennek mondható. Jó, a gyerekek, elbúcsúzom. Itt versik, figyeld a tábortűzre, pont itt van egy lyuk. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi.